Mesterházi Attila szerint 4 millió ember él a létminimum alatt, miközben a miniszterelnök több mint 100 milliárdot költ a hobbiára. Ennek a felét akarják megspórolni a gyógyszertámogatásokon, amire állítások szerint nincs pénz. Az a baj, hogy nem áll jól a Mesterház. Ugyanazt próbálják csinálni, amit a Budai Gyula csinál, demagógozni, rágalmazni, bemártani, és nem, a baloldalnak ez soha nem áll jól. De most ezzel mi a bajod? Ezzel az a bajom, hogy azért... Mindegy. Azért? Ezt most jó megmondtad neki. Nem áll jól, nem tudják átélni. Egyszerűen nem tudják átélni, mert valamennyire értelmes ember az... Nem mond ilyet. Na, én nem így mondta, azt mondta, hogy a felcsúti Maradona. Akkor jó. De egyébként tényleg, tehát nem csak az, hogy nem tudják átélni, elmondani nem tudják. Tehát azt mondta a Mesterházi Attila, hogy az MSZP a munkájukból élők pártja, őket képviseljük. Ez már csak szőrözés. Igen, igazad van. Szőrszál hasogató vagy. Jó van, gyerekek, de azért ez egy olyan ország, ahol a Stadler József is hiába próbálta akaszton a stadionnal megkötni a futóhomokot, és nem sikerült neki. Tehát, mert abból többet kell egymás jó, mellett. Csak most felcsúton épül egy UEFA, FIFA A kategóriás stadion, ott fog állni az idők végezetéig 4 fedetlen látóval, kis ékszer, Makov ezt elveszte, és örökké Orbán Viktor lesz a miniszterelnök, tehát felcsúton milyen lesz 20-30 év múlva futball? Nem, nagyon tévedsz. Nekünk egy emberként kellene szurkolni azért, hogy miniszterelnökünknek a ciklusa utáni karrierje, amire egyébként ő is ő is erre vágyik. Nagyon is, nehezek az igazán önfeledten, ő is a BL meccseken érzi neki. Magát. De mi utána néztük, egy amerikai elnök nem építette a falujába a stadion. Ágyazza meg magának a futballmenedzseri jövőjét, és remekül csinálja. És te mikorra teszed ezt az időszakot, amikor ő már futballmenedzser? Én úgy gondolom, hogy a kardiovaszkuláris zárt osztályon még ezt csövekkel a számban még látni fogom, ahogy a tévébe ez megy. Most megfogtál, jó, a 100 év múlva. Aha. Nem fogsz addig élni, most olvastam. Kap be, de ne halagulj. Úgy érti, hogy a csöveket. 140 évesen felhívlak, és azt fogom neked mondani, vagy akkor az unokádnak. De most olvastam, hogy tehát aki magas ember, hamarabb hal meg, mint aki alacsony. Igen, mert... És hogy a magasság 10%-kal hozzájár a halálozáshoz. Szerintem, mert hogy a DNS-ed nem. Az sokkal jobban rongálódik, mert mint az alacsony embereknek. Mert mi elesünk a sok kis törpébe, aki ott lenne, aztán beütjük hirtelen a fejünket itt, és szebb lesz. Kisembernek is lehet nagy az árnyéka. Kinten. Hát attól függ, hogy igen. Amikor a nyúl találkozik a zsiráffal, és mondja a zsiráffal, hogy miért ilyen hosszú nyakad eszem, mert olyan gyönyörűen fönt a fák tetejére, a koronáról szerint a harmadcseppeket gurulnak végig a torkomat. Azt mondja a nyúl, mondd zsiráff, hánytál te már? Életűek vagyunk a havas hajós mellett. De ez egy hülyeség. Nem, ugyanakkor halnak meg, csak hát a kicsit később kezdenek el esni. Hogy a DNS hagyd abba! Dumáljunk erről egy kicsit! A sejtek jobban regenerálódnak egy alacsony embernél, mint egy magasnál. Így van. Nagy darab, nagy esel. De mi van magasnál? Nekem még aduászom. Na. Ugyanis a kis s**tuak. Igen, mert... Na most, ha valamit... Hagyjuk az anatómiát! Hagyjuk! Ebben mi ne szóljunk bele! Hagyjuk! Nem kell nekünk! Az ő bajuk! Persze! Mit csináltok szeptembertől? Mit érdekel ez téged? És meg fogsz halni. Én jelentkeztem. Milyen jövő, mi is szeptember? Mi a Janival jelentkeztünk a kis csillag születünkre. Nem indul egy sorozat amatőrökkel, és én egy háromfejű ikerpárral bekerültem.
castingba. Én nem mentem át az első vizsgám, mert... Fókát utánzott, de nem voltál. Negyedik lettem. Indisponált voltál. Janit felvették UFO-nak. Én egy latin-amerikai táncsoporttal fogok valószínűséggel szállítani. Az jó, mert ott nem kell beszélni. Hát nem tarantellát foglak csinálni. Se jumbát. Jumba az jó. Te mit beszélsz, Hajos? Te ez állandó zsűri tag vagy. Te a Puzsér alatt, hogy tart, hívják szerepelet együtt. Az a műsor meddig tart? Láttad a tévé újságban? Nem, te minden ilyen sorba belekerülsz te végig. Panaszkodtál, hogy a versezők nem átdolgoznak. Hát ne hülyék, mert nem számolna. Azt hiszik, hogy az, nem menjünk ebbe bele, hagyjuk. De menjünk ebbe bele, mesélj. Azért, mert azt hiszik, hogy ha Puzsérnak benyalnak, akkor kapnak két ponttal többet. A Puzsér majd megtudott, amikor a ha neki azt hiszik, hogy ha neki tetszenek, akkor kapnak két ponttal többet, mert ő ebben a tartományban 2 és 4 között mozog. Ahelyett, hogy a Jucinak, a Pokorniliának meg nekem akarnának tetszeni, ha mi adunk 3-an 2-2-2 pontot, az már 6. Hát, nagyon jól számolsz, mert ez teljesen hamis számítás, mert nem az a lényeg, hogy a Puzsi hány pontot ad, hanem a maximum minimum különbsége mennyi nála. Ha 2, akkor nem pontoz le senkit. Hő? Ha ő 2-től 4-ig pontoz, ő meg 6-tól 10-ig. Neked egy komplett algoritmusod van a Puzsérnál? De most felnyitottad a szememet. De ez valami betélkedő itt az RTL-en? Hogy számítsa ki a Puzsér? Hát az ugyanaz, mint az iskola, ott sem jegyek számítanak, csak ne te legyél a leghülyébb, tehát... Nekem érted. Érted. Ezt te nem érted, mert te voltál. Annyiban nincs igazán.